Ez itt a Boomcast Shorts Balog Dávidda. Sziasztok! A mai adásban egy olyan hírre fogok reagálni, ami még sosem történt meg az e-kereskedelemben. Ugyanis az Indexen nemrég olvastam egy cikket arról, hogy most először van olyan az elmúlt tíz évben, amióta ezt úgy komolyabban kutatják, hogy csökkent az e-kereskedelem aránya a kiskereskedelmen belül. Pontos számokat most nem fogok mondani, egyébként ez a GKID és a Mastercardnak a felmérése, úgyhogy így megtalálod akár a konkrét adatokat is. De az a lényeg, hogy a tavalyi évben folyamatosan csökkent az online szektor lendülete, és ez egészen odáig fajult, hogy csökkent az e aránya is. Ennek oka egyébként részben ugye a 2022-ben lemódosított kata törvény, mert nagyon sok webshop ment csődbe, vagy egyszerűen hagyott fel a működéssel. Tehát ez az egyik fő ok. A másik pedig ugye az a gazdasági válság, amiben éppen vagyunk. Az is érdekes info, hogy az online kosárérték 2%-kal csökkent, viszont a vásárlási kedv, vagy a rendelési gyakoriság az sok esetben emelkedett. Ez pedig egyértelműen azt mutatja, hogy egy életszínvonal visszaesés történt, amit egyébként a fizikai üzleteknél is látunk, hogy sokan az alacsonyabb árfekvésű termékeket keresik, és igazából ezen próbálnak megspórolni. Na de ez a helyzet, amiben vagyunk, ezt nem tudjuk megváltoztatni, de hoztam neked öt tippet, öt konkrét javaslatot, amit megfogadva akár azonnal jobb eredményeket érhetsz el a saját webshopodban. Az első tippem, hogy feküdj rá az e-mail marketingre. Tudom, sokat beszélek róla, tudom, lejárt lemez. Viszont még mindig az e marketingen van a leges legnagyobb megtérülés. Kb. 40-szeres a ROAS az e marketingen, ami ilyen időszakokban, amikor csökken a megtérülés, növekednek a költségek, kevesebb profit marad a vállalkozók zsebében, egy nagyon-nagyon fontos csatorna tud lenni. Én például már észre is vettem az elmúlt 3-4 hónapban, hogy nagyon sok ügyfelünk bíz meg minket azzal, hogy építsük ki az e-mail marketing automatizmusait. Olyan ügyfelek, akik évek óta nálunk vannak, és eddig nem érdekelte őket, de most jutottak el arra a pontra, hogy igenis meg akarják csinálni. Úgyhogy az első tip e-mail marketing. A második az, hogy ne félj akciózni. Tudom, én sem vagyok az árakciók híve, nem jó egyszerűen, mert akkor a profitunkból adunk oda, viszont lehet ezt máshogy is csinálni, nem muszáj árban lemenni, hanem lehet mennyiségi kedvezményt adni, lehet x kosárérték fölött ingyen szállítást adni. Tehát olyanokban érdemes gondolkozni, amivel feljebb tudod húzni az átlagos kosárértékedet, és akkor adsz valamit cserébe. És nagyon fontos, hogy normálisan akciózzunk, nem folyamatosan, nem fék kiárusításokkal, hanem tényleges, valós akciók, kampány szinten, három-négy napos kifutási idővel, és akár havonta, két havonta megismételve. Ez nem csak ilyen időszakokban hasznos, hanem egyébként is én szoktam javasolni, és az ügyfeleinknél is szoktunk ilyeneket csinálni, viszont ilyen időszakokban egyszerűen muszáj ezt csinálni. A harmadik tippem, hogy tüntes fel még több vásárlói visszajelzést. Hogyha nincs, akkor nagyon gyorsan kezdj el gyűjteni. Viszont ha van, akkor érdemes még többet feltüntetni termékoldalakon, kategóriaoldalakon, főoldalon, e-mailekben, hirdetésekben, igazából bárhol. A negyedik tippem, hogy dolgozz az ajánlatodon. Nagyon egyszerű, igazából minden az ajánlaton múlik, és minden más, ami marketing igazából, az csak a körítés a hirdetések, az email marketing, a tartalom marketing, a SEO, mind az ajánlat felé tereli az embereket, ami, hogyha rossz, akkor egyszerűen nem fog tudni eladni. Ebben most nem megyek bele olyan részletesen, mert idén már két adást is posztoltam erről a témáról. Ezeket beteszem a videó alá, és akkor meg tudod nézni. És végül a legutolsó tipp, hogy javíts a fizetett hirdetéseid teljesítményén. Ez talán a legfontosabb, mert szinte mindenki, aki elkereskedelemben utazik, valamilyen úton, módon fizet a hirdetésekért, legyen az TikTok, legyen az Google Ads, legyen az Facebook, Instagram, tök mindegy, de fizetett hirdetéseket szinte mindenki futtat. És hol lehet a leginkább spórolni, vagy a leginkább növelni a hatékonyságot, mert nem is a spórolás a cél, hát ott, ahol a legnagyobb költés van a fizetett hirdetéseknél. Így érdemes újra átnézni a kampányokat, újra gondolni a stratégiát, kielemezni az egész működését, visszavágni azokat a kampányokat, amik már nem úgy teljesítenek esetleg, és egy új szemléletmódot vinni az egészbe. Hogyha nem futtatsz például remarketing hirdetéseket, vagy nem szegmentálsz remarketingben kosár elhagyókra, pénztár elhagyókra, ez egy nagyon-nagyon erős kampány tud lenni. Vagy ha nem használsz hasonló más közönségeket, csak hideg, nagy közönségekkel dolgozol, akkor valószínűleg érdemes újra gondolnod a hirdetési stratégiádat. Egyébként ebben én is tudok segíteni, akár ott van a Facebook mesterkurzus, vagy a Google Ads mesterkurzus, amivel jobb hirdetővé tudsz válni, akár azt mondod, hogy üljünk le egy-két -egy órás tanácsadásra, nézzük át, pakoljuk össze a kampánystratégiádat, és utána már meg tudjátok azt építeni igazából teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy legyen valami változás az eddigiekhez képest, hogyha most nem úgy mennek a számok, ahogy kellene. Tanácsadást persze csak limitált keretek között tudok vállalni, általában ilyen 3-4 hétre előre találunk időpontot, ügyfeleket pedig most igazából nem tudunk vállalni, mert nyár végéig egészen be vagyunk ütemezve. Ha bármelyik érdekel, megtalálod a részleteket a boommarketing.hu-n, vagy dob nekem egy e-mailt a davidkukat e-mail címre, és akkor felvesszük a fonalat. Úgyhogy ennyi lett volna már a Bumkes Shorts. Remélem, hogy ma is tudtam valami hasznos, értékes infóval szolgálni, és köszönöm, hogy ismét velem töltöttétek az időtöket. Sziasztok!